Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. A Családőrzők című műsorunk egy újabb részével jelentkezünk. A műsorban most is itt vannak vendégeink. Szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mosolyogsz, pedig csak a felét mondtam el, de ugyanez a helyzet Pap Csillával is, hogy neki is mindig csak a rövidített titulusok tudom elmondani, életvezetési szakértő és párkapcsolati mediátor. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És akinek a nevéhez nagyon sok mindent lehetne hozzátenni, ő Révész Lajos, székesfehérvári baptista gyülekezet lelkésze, de most itt megállok, ha nem baj. Igen, köszönöm, szervusztok. Ez a harmadik műsor, amit így együtt töltünk, és az új vendégektől ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy hogy érezted magad az eddigi műsorokban. Hát, ha annyit mondok, hogy a 25 perces műsor az elmúlt alkalommal 11 percnek tűnt, akkor mindent elmondok. Ennek nagyon örülünk, köszönjük szépen. De a nézők kedvéért elmondom, hogy két részen keresztül tulajdonképpen saját család életéről faggattuk Révész Lajost, amiben rengeteg érdekesség volt. Most már nem tudunk visszatérni rá, hiszen lépnünk kell tovább. De elhangzott a műsorokban egy olyan kifejezés is, hogy elengedni a gyerkőcöt, tehát amikor felnőtt, elfogadni, hogy ő megy és éli a saját életét. Nagyon nehéz pillanat, bár azt mondják általában inkább az anyáknak, vajon anyáknak, apáknak egyformán? Ki lesz az első, aki lecsap erre a kérdésre? Egy apa. Egyértelműen én azt vettem észre, hogy a gyerekeknek a felnövekedésével kihúztam a mellkasom, és azt mondtam, hogy oké, elérkeztünk ahhoz, hogy lassan elengedjük őket, és ezért dolgoztunk, a feleségem pedig pont fordítva, még ne. Úgyhogy így keresztkapcsolódás van ezen a területen, úgyhogy egymást próbáljuk úgy megérteni. Mindannyian megértük ezt az állapotot a gyerkőccel. Nem tudom, hogy ti hogy érezt, mikor éreztétek meg, hogy most már muszáj elengedni? Tehát itt már nincs három van. Éves korában, amikor bement az óvodába, és nem tudtam, mit csinálnak vele egész nap. Úristen! Biztos valami baja hát lesz. Hát borzalmas volt. Szörnyű volt. Hát az katasztrófa. Igen. A másodiknál már egy kicsit könnyebben ment, a harmadiknál már, ahogy szokták mondani azt a bizonyos dolgot, igen, az ember rutinosabb lesz, és valóban a felnőtté válás is egy nagyon izgalmas dolog. Nem is ott engedjük el először a gyereket, azt gondolom, mikor végre kirepül a fészekből, hanem amikor először már nem alszik otthon. Amikor már hétvégét a barátokkal tölt, amikor már egy hétre elmegy mással nyaralni, amikor már. Tehát az élet azért annyira szépen rendezi szerintem ezt, olyan klasszul felkészít bennünket. Számomra nem az a kérdés ebben a helyzetben, hogy hogyan tudjuk elengedni a gyereket, mert hogyha jól tettük a dolgunkat addig, amíg ő el nem ér, addig a bizonyos küszöbig, akkor bízhatunk a jól elvégzett munkában, és abban, hogy megkapta ez a gyerek azt a muníciót, amivel ő az életét úgy fogja tudni irányítani, ahogy ő boldogságra tud szert tenni magának. Mi pedig szépen hátradőlhetünk és várhatjuk a folytatást unokákban és bármi másban, és csak szurkolók vagyunk. A felnőtt gyerekeknél is pontosan tudjuk, hogy a kapcsolat nem szűnik meg, nem szakad meg, nem válik másmilyenné. Lehet, hogy a testvérek, nekem ugye a három gyerkőcnél, lehet, hogy a testvérek előbb tudnak, bárkinél bármi zajlik, mint én. Ha egészségügyi probléma van, akkor mindig ők az első, akinek szólnak. Hogyha gondjuk, bajuk van, akkor inkább egymás között igyekeznek megoldani, hogy ne terheljenek minket, ez nagyon érdekes. Ha öröm éri őket, akkor azonnal, mint a hírharang, az úgy jár körbe-körbe, és akkor mindenki tudjon róla. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. De ahogy felkészülünk arra, hogy ők felnőttekké válnak, ők is felkészülnek ám, de ők a bizonytalanabbak, én állítom. Emlékszem arra a pillanatra, amikor a kislányommal valami történt, már ilyen 21-22 éves volt, és beszélgettünk, tudom, autóba ültünk, nem tudom már hova mentünk, és mondja, hogy anya, de hát ez hogy van, hogy te most nem mondod, nem kérdez, és akkor mondtam neki, hogy most az a problémát, hogy én felnőttnek tekintelek, és nem fogok olyan dolgokat kérdezni, amit a 6 évestől kérdeznék. És akkor rám néz, és azt mondja, azt hiszem, össze vagyok zavarodva. Nem baj. Tehát, hogy a gyerekeknek is át kell ezt élni, hogy az anyám mellett is lehetek felnőtt.
Tehát ez egy nagyon-nagyon szép és egy nagyon-nagyon jó folyamat. Megélni azt, hogy amit tudtunk nekik az első pillanatuktól kezdve adni, addig, amíg ők most már saját döntéseket hoznak, nem fogják mindig kikérni a véleményünket, szerintem ez a világon a legjobb dolog. Azért nézek most Csillára, mert róla tudom, hogy őnek még nagyobb elengedést kellett elfogadni. Így van, így van. Azért azt bevallom, hogy amikor óvodába ment, én beparkoltam az óvoda mellé egy nem látható helyre, és leskelődtem, hogy érzi magát, játszik-e, vannak-e barátai. Ugyanezt lejátszottam az általános iskolánál is. Tehát én megnéztem, hogy a gyermekemnek a lelkivilága rendben van-e ezeken a helyeken. Nálam ugye 14 éves volt, vagy 14 és fél a kisebbik lányom, amikor ez az angliai dolog bejött, mert hogy ők megálmodták, és igazából én is támogattam ezt, nyilván tele voltam aggodalommal, hogy azért ez egy nagy kihívás volt, hogy ő az angol szász rendszerben tanul, nyilván számoltam minden előnyével, hátrányával, következményeivel, de ugye ők hosszabb időre készültek. Aztán annyira erős volt a honvágya a kicsinek, hogy végül is aztán 2 év után visszajöttek, mert hogy belátták, hogy nem bírják a család nélkül. Tehát ez nagyon érdekes, hogy elindultak, hogy ők majd világot váltanak körülbelül, és hogy csodát teremtenek. Egyébként volt is csoda ebben, mert hogy nagyon jól és szépen megállták a helyüket. Viszont borzasztó volt, és ez az elengedés ez úgy volt nálunk, hogy én elkísértem őket. Tehát én a kiköltözésben szervesen, fizikálisan részt vettem. Tehát együtt mentünk, én tudtam, hogy hova költöznek, nyilván anyagilag is támogattam ezt a projektet, de hogy szervesen részt vettem benne. De az alatt a 2 év alatt, amíg ők Angliában is, aztán utána 1 évig Írországban voltak, tehát összesen 1 év Anglia, 1 év Írország, hát rengeteget beszéltünk telefonon, és ennek az lett a következménye, hogy hazajöttek, és nálunk szó szerint kialakult egy szakrális női kör, mert 2 lányom van, és mi mindent megbeszélünk. Tehát a jó is, a rossz is jön, mindenben kikérik a véleményem, és már nincs az, hogy mi jobban tudjuk. Tehát ez a kamasz attitűd, ezek a kamaszkori viselkedés mintázatok, ezek teljesen eltűntek. Lekoptak róluk a sallangok, és úgy beszélgetünk, hogyha van egy probléma, vagy egy megoldandó feladat, én nem is szeretem a probléma szót, inkább megoldandó feladat, mint 3 felnőtt, nagyon-nagyon közeli érzelmi szálakon nyugvó kapcsolatban lévő nő, és én bíztam a gyerekeimbe, és nekem az elengedés az egyébként a bizalom maga. Mert hogyha megadtam azt, amit, és jó értékeket adtam át, jó mintákat adtam át, jó példát mutattam, és jól szerettem, akkor ott volt egyébként a példa, hogy ők megállták a helyüket. Tehát számomra az elengedés az abszolút a bizalom. Nekem az az érdekes ebben a témában, hogy az ember úgy gondolná, hogy ez egy fokozatos folyamat, hogy elengedjük a gyereket. Mégis bárkivel beszélgetek, ott van egy pillanat. Tehát például nekem is volt egy ilyen pillanatom, tehát ott, amikor az esküvőjén álltam, amikor megnősült, és láttam, hogy olyan feleséget választott magának, aki mellett megkapja a női szerepet, aki törődni fog vele, és gondoskodni fog róla, akkor éreztem azt a bizonyos kő esett le rólam, hogy kész vagyok. Ezt megcsináltuk. A bizonyosság, hogy jó, hogy rendben van. Viszont nagyon érdekes, egy előző műsorban említetted, Lajos, hogy nálatok azért ez egy beszélgetéssel is zajlik. Igen, igyekszünk leülni, velük beszélgetni, és ugyan mi a saját gyerekeinknek nem csinálunk jegyes oktatást, mint olyat, hiszen ott éltek az életünkbe, viszont azt is láttuk, hogy konstatáltuk, hogy igyekeztünk jó szülők lenni, de közel sem tudtunk tökéletes szülők lenni, és a legnagyobb igyekezetben is azért vétettünk, vagy észesen vettünk olyan töréseket, nehézséget, problémákat, amik nekik sokkal súlyosabbak voltak, mint ahogy mi ezt amire felfigyeltünk egyáltalán. És ezért a lányunk, mind a 2 lányunk, amikor férhez ment, az első lányunknál egyszerű volt, mert ő pszichológusként gyakorlatilag leültetett bennünket, és azt láttuk, hogy ez egy nagyon jó dolog. És ő vezette a beszélgetést. Igen, ülésen voltunk, és szó szerint, és folytattuk ezt a beszélgetést, és amikor a második lányunk ment férhez, akkor már mi kértük ezt a beszélgetést, illetve a fiunk, ő még nem házas, 21 éves, amikor kiröpült, akkor elmondtuk, hogy mi az, amit úgy gondolunk, hogy már az ő kezébe tartunk meg, tudja egészen biztosan, hogy ide bármikor visszajöhet, és hogy nincsenek elvárásaink, most innentől kezdve
abban a pillanatban vannak csak megbeszélt elvárások, hogyha ő visszaköltözik és itt lakik. De ha vendégként vannak itt, akkor vendégként kezeljük őket. Tehát ezeket is megbeszéltük, hogy mihez van jogunk, nekünk mihez van jogunk, és mihez nincs. És egy érdekes és izgalmas dolog az, hogy a kisebbik gyermekünk, ugye a legkisebb, ő még velünk lakik, ő csak így néz, és néha megkérdezi, hogy azt mondja, apa, nekem mikor lesznek ilyen jogaim, mondom, mihez egyetemre kerülsz, hogy kiröpülsz a családból. Illetve van egy érdekes dolog, hogy mi így a feleségemmel megbeszéltük, hogy szeretnénk a gyerekeknek, amik tőlünk telik, néhány dolgot alapfelszereltségként megadni, egy középfokú nyelvvizsgát, az első diplomát és egy jogosítványt. És azt mondtuk, hogy mi ezt tudjuk odaadni, nincsenek millióink, ezzel valahogy boldoguljatok, és ez is része a rendszernek, hogy 8. után, mielőtt elkezdődik a gimnázium, valahogy így nyáron, így augusztus közepe felé leszoktok ültetni, hogy most van az az idő, amikor már nem mindent, nem kérünk annyi mindent tőletek, illetve főiskolában menetkor pedig elmondjuk, hogy már nem tudunk rátok nézni, fogalmunk sincs, hogy mi az, amikor ti magyaráztok olyan szavakat, amit nem tudom követni, tehát hogy értsétek meg, hogy innentől kezdve ti kezetekben van a sorsotok. Egyébként, amit te mondasz, ez nekem egy kicsit olyan, hogy halat nem adunk, hanem megtanítjuk halászni. Igen. De az a bizonyos bibliai történet, ami igen. Szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert nagyon sok családban úgy engedik el a gyereket, hogy autó, de az is van, hogy lakás is van, ami hát lehet jó kiinduló, csak kérdés, hogy tudja ő ezt értékelni a későbbiekben. Egyébként azért örültem ennek, amit mondtál, Lajos, mert én pont ugyanígy ezt mondtam, hogy jogsi, egy vagy két nyelvvizsga és a diploma. Hát nyilván az érettségi az alap, tehát hogy ugyanez volt, hogy lehet, hogy nem tudok kiskastélyt venni, de hogy a szellemi tőkédet azt úgy felturbozzuk, hogy te ebből majd aztán kihozol valamit. És hogy ezt dolgozd meg te, ezzel neked van melód. Hát ez a te lehetőséged. Így van. És ebben ez a lényeg, hogy a gyereket úgy indítod útjára, hogy egy olyan alapot kapott, ami a lehetőségeket észre fogja venni, és ő el tudja dönteni, hogy melyik lehetőség mellett teszi a voksát, és minek ad időt az életéből. Ez már az ő felelőssége. De a legnagyobbik jó ebbe az, hogy az ő kalandja. Az ő felfedezése, igen. Említettél jogokat, akkor beszéljünk arról, hogy milyen joga lehet egy szülőnek, akinek a gyermeke már kirepült, milyen joga lehet a gyerek felé? Kérek engedélyt megkunyászkodni. Bocsánatot kérek, de milyen jogaink vannak? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ne haragudj, hogy most a szabadba vágok, még el sikerül beszélni. Csak nekem az jut eszembe, hogy én minden alkalommal úgy válok el a gyerekektől, hogy bármire szükségetek van, szóljatok. És itt ért véget a jogom. Az én olvasatomban. Ti is ezt tapasztaljátok? Igen. Abszolút, én is igen. Tehát én ugyanezt szoktam mondani, hogy bármi van, hívjatok, szóljatok, beszéljünk, egyeztessünk. Ugye az én kisebbik lányom még egyetemista, tehát nekem ott még szerves feladatom van, de Budapesten lakik, úgyhogy félig meddig önállóan él már, de hát nyilván napi szinten beszélünk, egyeztetünk, kérdezem, ő kérdez. Tehát nálunk nagyon összetartó a család. Mi nem havonta beszélünk egyszer, hanem pulzáló, élő napi kapcsolatunk van, de ez nem azt jelenti, hogy én hívogatom és rájuk telepszem, hanem erre van igény. Tehát mindenki érzi egyébként, hogyha most ezt jognak hívjuk, hogy mik a jogaim a tekintetben, hogy mondjuk mennyi az elég, vagy mennyi a pont megfelelő. Ti ezt, hogy mit kaptatok jogot? Igen, jogunkban áll hallgatni, hogy az a híres amerikai filmekből. Ez kemény volt, vagy nehéz volt megtanulni, még nekem is, de nyilván láttuk, hogy ilyenkor mindig azt mondtam a feleségemnek, hogy gondolj vissza, hogy mi hogy szerettük volna annak idején, amikor elkezdtük, és hogy is csináltuk, hogy igazából 3 évig alig tudtak rólunk valamit kis túlzással, aztán majd elkezdtünk kérdezni. Illetve abban megegyeztünk a feleségemmel, hogy ha valami nagyon nagy blőd dolgot látunk, akkor sem kiosztjuk őket, hanem kérünk tőlük egy darab beszélgetést, és megpróbáljuk összefoglalni, hogy mi hogy látjuk ezt a helyzetet, de inkább tanács ez, mint utasítás. És azzal, ha kezdenek valamit, kezdenek, ha nem, akkor jogunkban áll hallgatni. Ami nem könnyű, hogy az ember látja, hogy baj van, és vajon mihez van joga a gyermeknek, a már kirepült gyermeknek a szülő felé?
amit a szülő megenged neki, ugyanúgy, mint gyerekkorában, ebben nincs változás. Amit megengedek neki, ahhoz mindenhez joga van. És ki is használja az a gyerek, akinek olyan volt az élete. Ugye én dolgozom fiatal felnőttekkel, és nagyon látom a túlgondozott fiatal felnőttet, aki felnőtt, de nem lett felnőtt, és pont ezért kerül hozzánk. És nagyon sokszor beszélgetek velük, hogy az a kényelmes jól lét, amit a Mama Hotel, szülői ház és minden biztosít, az nekik annyira magától értetődés természetes, hogy el se tudják képzelni, hogy ez nincs, mint valóság, azokat az extra szolgáltatásokat, amiket, hogyha a magad ura vagy, akkor neked kell megteremteni. Tehát azok a családok, ahol mód és lehetőség van arra, hogy a gyereket... egy városbeli pszichológus szavaival élve debélre ajtározzák, mert mindent megcsinálnak helyette, és mindent odaadnak neki, annak a gyereknek ez a világ legtermészetesebb dolga lesz, és hogyha bekerül a felnőtt társadalomba, és a felnőtt társadalom nem ugyanígy áll hozzá, akkor jön a meglepetés. Tehát ott azért egy egészen más értékrendről beszélünk, mint amikor rendjén van az értékrend, és felkészíted a valódi életre a gyereket. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy mihez van joga a gyerekemnek. Joga van a gyerekemnek engem bármikor felhívni, hogyha ő neki az élethelyzete olyan válságba kerül, vagy olyan élethelyzetbe kerül, hogy anya segíts. Hozzátenném, tényleg csak akkor hívnak, ha nagyon nagy bajban vannak, és nagyon nagy, általában egészségügyi problémájuk van, baleset érte, vagy nem tudom, akármi történik. Akkor felhívnak. Vagy megkérdezik, hogy nem tudom, most a kisebbik unokámnak a szemébe fújta a nagyobbik valami, nem tudom én, ilyen fertőtlenítő akármicsodát, és a fiam volt otthon vele, és anya, mit csináljak vele, és mondta, hogy megy vele a zuhanyzóba, és mossátok ki a gyerek szemét. Tehát, hogy igen, tehát ilyen gyorsegélynek. De egyébként mindent ugyanúgy megbeszélek velük, mint bárki más felnőtt kapcsolataimmal. Tehát nekem az a természetes, hogy megbeszéljük, hogy jövünk, megyünk, ti jöttök, mi jövünk, tudsz rá vigyázni, el tudod hozni, meg tudod oldani, légy szíves, segíts. Tehát egy ilyen teljesen korrekt kapcsolat alakult ki nálunk. Sokat gondolkoztam, hogy elmondjam a saját példámat, de a nézők már annyira ismernek bennünket, hiszen mindent kibeszélünk magunkról, elmondom ezt a példát is. Az én fiam nagy álma volt, hogy ő rendőr legyen, és ez valóra vált neki, és amikor rendőriskolába járt, egyszer késő este jöttem haza munkából, majd egyszer csak jött egy rendőrautó, megelőzött, hát nyilván összeugrott a gyomrom, mert rendőrt látok, akkor... készet. Otthon is még kiraktam a konyha felé és az indexet, ha otthon volt egy erdőbában, tehát ez egyértelmű volt. És megállít. Eszembe nem jutott, hogy az én gyerekem ott lehessen, és akkor kiszállt egy három ajtós szekrény, majd odahajolt hozzám, és beszólt az ablakon, hogy anya, mi lesz a vacsora? Juhú! Tesz de aranyos! Anya. Vagy akkor még tudtam, hogy akkor még nem volt nős, úgyhogy még, igen. Még tudtam, hogy mi a helyzet, de egyébként az, hogy mihez van joga egy gyermeknek, ez azért érdekes kérdés, mert nyilván minden szülő azt mondja, hogy joga van bármikor felhívni, ha szüksége van rám. Viszont én látok olyat, hogy egy kirepült gyerek úgy kezd el visszafelé már a szülővel foglalkozni, hogy át akarja venni a vezetést. Na most már te öregszel, majd én megmondom, hogy te mit csinálj. Tapasztaltátok ezt? Nem is saját családban, hanem láttatok-e ilyet? Igen, én láttam, hogy tulajdonképpen az a szülő, aki fölé, tehát akit a gyerek átlép, mert ugye itt egy átlépésről van szó, kihagyja azt, mert ugye, tehát előről kezdem, tehát a szülő van előbb, ugye? Az anyám és az apám van előbb, utána vagyok én, tehát mutatom is, hogy alatta, aztán így megyünk lefelé, vagy mutathatnám lentről felfelé is, de hogy nem léphetem át az anyámat és az apámat. Helyette nem hozhatok döntést, nélküle nem hozhatok döntést, nem mondhatom meg neki, hogy ő mit akarjon, maximum, ha tanácsot kér. Mert ugye van olyan, hogy egy idősebb szülőnek is valami miatt kisiklik az élete, vagy van olyan, hogy meghal az egyik szülő. És akkor a másikat ugye gyengének, elesetnek látjuk. És nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy nem egy támogató jelleggel, segítő jelleggel, figyelemmel fordulnak mondjuk az ott maradt szülő felé, hanem elkezdik ledominálni, és majd megmondják neki, hogy ő hogy gyászoljon, neki mi a jó, ő mire költse a pénzét, mit tehet, kinek adja az örökséget, tehát láttam ilyet. Ez nem helyes. Tehát a hierarchiában mindig a szülő van először, és a szülő mondja meg. Tehát olyat sem csinálunk, hogy felhívom a szülőmet, hogy hétvégére gulyáspartit szerveztem, és hívom a haverokat. És egyébként neked meg utólag jelentettem be. Tehát, hogy ilyet sem teszünk, mert hogy a szülő az alap, olyan, mint az apa isten és az anya istennő, tehát, hogy nem lépjük át a szülőket. És nagyon sokszor látok ilyet, hogy
hogy felnőtt gyerekek kihagyják a szülőt, és átlépik, és felkarollak címszó alatt teljesen ledominálják, és úgymond lekicsinyítik. És aztán végül, ha annak a szülőnek már nincs meg az ereje, vagy belefáradt a harcokba, vagy sok kudarca volt, vagy amit az előbb mondtam, gyászol, egyedül maradt, akkor észre se veszi, és olyan szépen átmennek rajta, hogy a végén ő fog jelenteni a gyereknek, és még arra is engedélyt fog kérni, hogy mit csináljon, hogy hánykor érjen haza, mit tehet, mit nem tehet, és nagyon sok ilyet látok. Úgyhogy ezt jó is, hogy szóba hoztad, mert hogy ez így nincs rendben. Tehát megborul a családi rendszer. Most mondtam itt Bert Hellingert, meg Péter Orbánt, ugye a család felállítás rendszerét, de hogy ez a rend, ez így megborul. És az egész alap, az egész kapcsolat, minden összeomlik. Tehát, hogy ez így nem működőképes. Csilla, de én azt gondolom, hogy ez nem ott kezdődik, amikor krízis helyzetbe kerül az idős szülő, hanem az ott kezdődik, amikor a gyerek kicsi, és elkezdtem őt felemelni. És főnök kérdeztem. Nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy a 2-3 éves gyerek irányítja a családot. Hát onnantól kezdve senki nincs biztonságban, és senki nem érzi a rendszernek az erejét és a támogatását. Ez a legnagyobb hiba, amit a szülők el tudnak követni a gyerekeikkel, hogy átadnak nekik olyan jogot, amihez nincs a gyereknek még kompetenciája. Tehát ez... Hát meg kogníció is, mert nem érti. Semmi, és ugye ez a gyerek bizonytalan ám, mert egyébként, hogyha 3 éves gyerek lesz a főnök otthon, akkor azt éli meg, hogy hát nem figyelnek rám annyira, meg nem is szeretnek, de én vagyok a főnök, és én mondom meg, hogy mi legyen. De közben magát, a szeretetet, a biztonságot pont azt nem éli meg, amire ugye az életkori sajátossága szerint legnagyobb szüksége lenne. És mindent akar, és azonnal csak nem tudja, hogy mit. És ennek megfelelően fogja is ugráltatni a környezetében lévőket. Tehát amikor azt látjuk, hogy időskorban krízis helyzetbe került ember veszti el a saját kompetenciáit, és nem azért, mert a mozgása és a leépülése más egyéb révén kell, hogy átvegyék a gyerekek az ő segítő támogató szerepét, hanem azért, mert már gyerekkorában is megengedte 2-3 éves korában a mostanra felnőtt gyerekének azt, hogy úgy viselkedjen, úgy beszéljen vele, és olyan dolgokat megengedjen magának, ami nincs rendjén. Hozzáteszem. Nagyon sokszor találom magam abba az élethelyzetbe is, hogy keresnek így szülők, hogy jaj, itt van a gyerekem, de ott van az anyám, és akkor most ez van, most hova menjek, mit csináljak, és akkor beszélgetünk velük. Segítjük, ugye támogatjuk a családokat, együtt dolgozunk velük. Én mindig elmondom, hogy úgy csináld a dolgodat, hogy te példát adsz a gyerekednek, hogy te mit szeretnél, hogy majd veled hogy viselkedjen. Tehát a gyerek végignézi azt, ahogy én a nagymamával, a nagypapával viselkedek. És pontosan, és tudni fog veled viselkedni, mint szülővel. Tehát mintát adok itt is. És másol a gyerek, ugye erről is már nagyon sokszor tejtettünk. Így van. Másol, és akkor meglepődök, hogy hoppá, hát én mint anya, vagy én mint apa, én ezt így hívom, hogy átléplek rajtam. A tudatosság, ahova sokszor visszajutunk. Igen. És megint elszaladt az időnk, úgyhogy más dolgom nincs, mint hogy megköszönjem. Igen. Megköszönjem nektek, hogy itt voltatok, és megköszönjem minden értékes hozzászólást. Tehát köszönöm vendégeinknek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Révész Lajosnak is a mai műsort, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!